Century, Age of Ashes, ez lesz az első játék, amiben ma belelesünk. Ez gyakorlatilag egy nagyon gyors PvP játék, ami természetesen ingyenes. Vannak hozzá fizetős csomagok is, ezt majd egy kicsit később megmutatom. Amit tudnotok kell erről, 3v3, 6v6 vagy 3v3v3-as csapatok vannak, valami ilyesmi. Mit kell erről a játékról tudni? Egy sárkányon ülsz, tudod díszíteni a sárkányodat, a karakteredet, és le kell lőnöd a másikat a sárkányról. Ennyi. Ennyi a játék, ennyi tud. De hát igazából, ha belegondoltok, a Rocket League se tud többet. Van egy kocsid, amivel tudsz ugrálni, trükközgetni, és a labdát az ellenfél kapujába be kell löknöd. Ennyi. A Rocket League ennyi, ez a Century Age of Ashes pedig ennyi. Tehát egy nagyon egyszerű koncepció, szép, izgalmas, és a sárkányimádókat célozza meg, meg aki szeret repkedni, ingyen tudtok vele játszani. Ha jól tudom, van több platformra is, nem csak Steamre, bár itt nekem csak a Steam látszódik. De ez a játék ennyi. Van három karakterosztály, a Phantom, aki láthatatlanná tud válni, van a Windguard, aki healer, illetve toxikus gázokat tud az enemire nyomni, és van a Marauder, aki ilyen jégdárdákat tud az ellenségére dobálni, meg hogyha jól olvastam, ilyen nyomolvasó is, bár ezt lehet, hogy csak félreolvastam. Igen. Jézusom, ez a 3D már 2001. Amúgy igen, szél a karcol, tényleg olyan 3D márkos a téma, abszolút. Ez jó, ez tetszik ez a fajta megközelítés. Ez a játék egy 3D márk kopi, ha már egyébként mindennek a kopia. Van három játékmód, van a Carnage, aminek nincs köze egyébként a Venomhoz, de az a TDM mód. Ha valakinek tehát minél több kije van valakinek, annál több pontot ér. Annál nagyobb a vérdi rajta. Ahogy például a LOL-ba is. Hogyha a LOL-ba valaki már ölt 5-öt, és őt megölik, akkor azért plusz goldot kapnak a LOL-ba. Itt pedig plusz pontot kapnak. Tehát van ilyen vérdi dolog ebbe a TDM-be. Van egy ilyen csavar ezen a Carnage módon. Van egy második mód a Survival, mindegyiket meg fogjuk majd nézni, srácok. Van a Survival, ott van három csapat egymás ellen, és ebben a módban úgy van a respawn, hogy csak akkor respawnolsz, hogyha a társad elvisz téged a bázisodra, legalábbis a lelkedet elviszi a bázisodra, és akkor van respawn. Úgyhogy ott vigyázni kell, hogy nehogy eliminálják a te csapatodat. Illetve van a Gates of Fire, ami gyakorlatilag egy Capture the Flag mód. Itt, hogyha elveszed a zászlót, akkor 8 vagy nem tudom hány kapun keresztül kell vinned, és akkor lesz plusz pontod. Legalábbis én ezeket olvastam a játékról, aztán lehet, hogy kipróbáljuk, totál nem így van. Szóval röviden tömören ennyit kell tudnotok a játékról. Én a kiadó jóvoltából ezt a Behemoth pakkot kaptam meg, amiben mindenbe is benne van, tehát a legkülönlegesebb tojásokat meg tudjátok nézni. Van Marauder tojás, Windguard, meg Phantom tojás is. Nem. Tehát van egy Dragon Skin, egy Dragon Egg és egy Legendary Dragon Skin. Aha, tehát van egy tojás. Aha, oké. Okay. Na hát ezt majd megnézzük, hogy mit jelent. Illetve, én nem kaptam hozzá kulcsot szerintem egy barátnak, de hogyha ti megveszitek, akkor valószínűleg kaptok hozzá kulcsot. Van itt rare shield skin minden egyes klassznak, epic helmet skin minden egyes klassznak, és három exkluzív legendás fegyver skin minden egyes klassznak, továbbá 3500 gem,
amiből valószínűleg tudok majd venni in-game skineket, 3 embléma, ikon, cím, és 30 napos XP booster. Továbbá kapok Discord drolt a szerverükön is. És akkor itt van még a Leviathan pak, amiben nincs annyi menőséges dolog, mint a Behemothban, illetve a Wyvern pak, amiben még kevesebb menő dolog van, de tudjátok támogatni ezt a játékot. Ami egy fontos dolog, hogyha bejön nektek ez, akkor van rá lehetőség, hogy támogassátok ilyen formában is, meg gondolom skinek formájában is. Itt van egyébként az, hogy milyen módok vannak, itt vannak a klasszok, amiket már elmondtam nektek, illetve az is, hogy vannak a sárkányok, meg a lovasaik, akiket így tudtok öltöztetni. Itt van egyébként, hogy melyik karakternek milyen képessége van, illetve van egy kis lore is mindegyikhez az oldalán, amelyet itt legalábbis itt az oldalon ezt így meg tudjátok nézni. Jó, azt hiszem meleget beszéltem a játékról, indítsuk el, igaz? Igen, az Icarus már itt figyel, srácok. Itt figyel, de még nem tudom elindítani. Itt pedig a majdnap második játéka figyel. Bizony. Megnézzük egyébként először, hogy milyen kontrollerrel játszi. Közben nagyon szépen köszönöm Jazz Grizzly a támogatását, kösz szépen a negyed évet, és köszi, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Regjenek azok a bizonyos szögek. Szia, Esdelár! Szia, Sensei! Sziasztok, srácok! Szia, Partipi! Én nyomtam egy gombot. A gombot megnyomtam. Az Any Key-t megnyomtam. Na hát itt leírja nekünk a játék, hogy kapunk 3000 gemet meg 5000 bónuszba. És a Behemod pakban benne van minden, ami a Wyvern-be. Free Wyvern pack for a friend. Srácok, hogyha én ilyet tudok adni nektek, akkor nyilván kisorsolom. De én tudom, hogy nem kaptam ilyet hozzá. Aha, hogyha megbennem a döntésem, hogy kihagytam a tutoriát, akkor a tréningnél, a tréning szekciónál a playtab alatt meg tudjuk nézni. Jó, 3v3 azni már akár tudnék is. Customizációs item. Egyelőre nem akarok semmit csak customizálni, itt van már a shop, ez egy nagyon fontos dolog. Ingyen tudunk begyűjteni egy ikont, hát ingyen ikon az mindenkinek kell. Még egyszer mondom, srácok, aki esetleg most jött volna, ez egy ingyenes játék. Bestiári. Itt vannak a sarik, amikkel nyomhatjuk. Az a piros, ez nagyon jól néz ki. Azt nézd, milyen jól néz ki. Ez a fantomnak a sárkánya. Szerintem a sárkányok szerelmesei ezt a játékot nagyon fogják élvezni. Na, én szeretnék a settings menübe bemenni, és átállítgatni itt a dolgokat, mert hogy ezt még nem tettem meg, legalább együtt megnézzük a beállításokat. Vészink nem kell, és mindent is maxra szeretnék. Motion blur nem kell. Overall quality epic. Advanced Video Settings, hát az meg nincsen. Coming soon. Hoppácska. Ott az ID-m, srácok. Cross Platform. Még a jelszava is ott van. Srácok, ide másoljátok a jelszavat, hát olyan nem szabad csinálni. Jó, hát akkor ennyi volt amúgy a beállítás. Ez meg itt én vagyok. Ez pedig itt én vagyok. Jó, és akkor majd foglalkozunk a customizálással, viszont most nyomunk egy tréninget azért, hogy így milyen. Itt vannak ilyen guide-ok. Ilyen energy rifteken kell keresztül menni, vagy átmenni, hogy újra töltődjön a stamina. Nézzük meg a tutoriált így elsőnek.
Szia Lilit, Manó és Vadparaszt, üdv mindenkinek, skacok. Jöttem ilyen kérdéseket feltenni, mint például mivel játszom, milyen játék, mit kell nyomni? Mit kell nyomni? Hát, most erre nagyon, lenne egy paraszt válaszom, de az a helyzet, hogy nem szabad. Semmi sincs ingyen. Ez most ingyen van. Ez most ingyen van. Szia Lihanna, szevasztok. Press A to play. Nekem X volt. Na és akkor PS kontrollerrel játszik, az le van nézve. Júj. Érzem, ez jó lesz, srácok. Na, én már most szeretnék egy olyat kérni a játéktól, hogy meg lehet-e fordítani. Jó, azt nem. Azt mondjuk pont nem. Azt hiszem így. Nem? Akkor pont fordítva. Bocsánat. Azt hiszem én így szeretem játszani a játékokat. Én ilyen különc vagyok. Ha fölhúzom a kart, akkor fölmegy, ha balra húzom, akkor balra megy. Na, tehát a játék megtanított minket pontokon átrepülni. És most megtanít minket arra, 16 lépése van a tutoriának, megtanít minket arra, hogy hogyan gyorsítsunk fel. Most gyorsabban mentünk? Hát nem tudom, én annyira ezt nem látom. Mi újság, Sensei Lilith Manó? Mi újság, skacok? Aha, tehát tudunk lassítani is. Aha. És akkor így hátrahúzom a sárkányomat. Na most, az energy lifteket fogjuk megtanulni, hogy ez most így micsoda, hogyan töltünk staminát. Ott van a staminán, gondolom abból tudunk repülni. Szóval ezek az energy liftek. Értem. De még nem értem, hogy mi az, ami elhasználja a staminát. Értem, tehát a boostolás, ha kétszer megnyomom a jobb triggert, akkor boostolva leszünk, és 3 szekig nagyon gyorsak vagyunk. Így van. És akkor elhasználunk egy ilyen stamina csíkot. És ott jelzi a cooldownját, gondolom én. Aha. Neki tudunk csapódni a földnek is. Ez király, meg amúgy látványos. Ó, ezek a sugarak is staminát töltenek vissza. Ha jól látom. Meg így fel is löknek minket. A World War 3 játékajánlásod jó volt. Tényleg megérte megvenni. Komolyan? Mert tetszik? Örülök neki. Pedig amúgy nagyon érződik rajta, hogy indie játék, meg indie büdzsé, de örülök, hogy még így is bejött neked. Ennek örülök. Megy a Siege, amennyit csak lehet, szeretnék fejlődni, csak egyedül nehéz. Ó, értem Lilith Manu. Hát... Adri is rengeteget játszik egyedül. Most erről ez jutott eszembe, és hogyha nekem éppen nincs kedvem siege-ezni. Szóval majd összekötlek vele. Majd megmondom neki, hogy találtam neki társat. Ha van rá igény, persze mindkettőtök részéről. Én nem szeretek lenni kerítő, de
Hát azért ketten már sokkal jobb a játék, csak mondom. Meg vagyok, köszi, megrendeltem a videókártyám, most várok rá erősen. Na, mit lesz, sensei? Wind Blessing. Unlimited stamina egy kis időre. Tehát vannak ilyen áldások a pályán, és ezek staminát, végtelen staminát adnak egy kis időre. Júj! Ops, bocsánat. Most lelassítottam. És tényleg végtelen a stamina. Sír, menő. Kicsit Eye of the Dragon nosztalgikus hangulata van. Nekem kimaradtak ilyen sárkányos játékok. 30-70 Ti, na tök szuper sensei. Mi lesz az első, amit kipróbálsz majd velem? Érződik rajta, hogy indie játék, csak 12 eurós játékként kezelem, nem 60 eurósként. Na, hát ez egy tök jó, ez egy jó dolog, hogy tudod, hogy mit várja a játéktól. Ez egy nagyon fontos dolog. Aha, hogyha a látótávolságomban van, a sárkányom látótávolságában az enemy, akkor megjelenik egy kis indikátor rajta, és akkor meg tudom lőni, de úgy, hogy nem is kell target lockolni meg semmi ilyesmi. Júj! Aztán bal-lent látszódik a HP-nk, illetve az ellenség HP-ja az ott akkor látszódik, amikor éppen rácélzunk ebbe a kis körbe. Aha, és úgy néz ki, hogy a sárkány köpése más staminát használ, mint a repülésnél. Cyberpunk meg a Control. Na, kíváncsi vagyok, hogy majd mit szólsz hozzá. Ha közelemben van az enemy, akkor hamvakká tudom őt olvasztani, égetni. De hát ezt nem lehet a végtelenségig nyomni, azt írja nekem a játék. Hú, itt a célzásokkal lesznek bajok. Na, és még van XL képességünk is, mint például a Frostbolt. Oké. Viszont ennél target lockolni kell. Ha, és ott látszódik lent a cooldown. Nice, ott vannak lent jobb alul a cooldownok, bal alul a HP-m, középen pedig minden információ az ellenségről. Hőkövetős rakétát nem lehet rászállni? Szerintem ez hőkövetős. Hunter's Mark, igen. Nem tudom, ezt a lokkolást annyira nem értem, hogy mire gondol a játék. Lehetett volna lokkolni valahol? Ha elhasználom valakire a Hunter's Markot, azaz az erőmet, akkor utána sokkal gyorsabban tudok Firebolt lőni rá. Na, így magam mögött... Ah, megvan a lokkolás. A baloldali... baloldali analókkar megnyomásával lokkolok az enemire.
Rage. A Rage módba lehet ideiglenesen durva upgrade-eket szerezni. Aha. Igen. Ebben a módban, ebben a rage-elős módban a Hunter's Mark mindegyik enemire applikálódik, tehát gyakorlatilag mindenkire gyorsan tudunk tüzet köpni. Kapták! Shield. Fel tudunk venni shieldet, ami a HP-nk fölött van. Lehet dodzsolni is. Az ellenséges lövedékeket ki lehet kerülni. De, és azt javasolja egyébként a játék, hogy úgy dodzsoljunk, hogy boostolunk egyet és egy éles kanyar, és akkor le tudjuk rázni az ellenséges játékosok, sárkányok lövedékeit. Mondjuk az ellenséges játékosok lövedékei alatt nem tudom, hogy mire gondoltam. Igen, ott jelzi, hogy bal alulról jön be a damage. Szia pupák! Hát ez nem jött össze. De most megtanít minket a játék. Egyet kikerültünk. Szerintem még egyet sikerült. Oké, sikerült szerintem. Még. Jaj, van még egy. Na hát, csak beadta a játék. Jó, az utolsó elemén pedig használni kell mindent, amit tanultunk. Hoppácska. Oda néz! Oda néz! Victoriális rojálka. Megvan a tutorial. Szia Golden Samurai, sziasztok srácok. First Flight, ott is van. Juhé! Sikerült a tutoriáló. Szia Willy, szevasztok skacok. Rocky. Na hát elképesztőek vagyunk srácok. Ahogy látom, itt a játékban van ilyen, vannak ilyen missziók, XP-t kapunk érte, és hatan lehetsz egy partiba lenni. Így van, hatan tudunk egy partiba lenni. Ott el lehet nyomni az XP boostert. Na és ilyen küldeink vannak, hogy vegyünk fölött shieldet, játszunk 3 meccset, játszunk Phantomként, Marauderként, Wingardként. Illetve vannak ilyen rewardok is, itt eltűnögetek, meg megjelentgetek.
Tehát a második szintér, ezeket kapjuk, a harmadikért ezt, és van 100 szint. A végén kapunk egy legendás sárkánytojást. Aki esetleg szakértője ennek a játéknak, nyugodtan elmondhatja, hogy mire jó ez a sárkánytojás amúgy. A telefonszaküzetben dolgozol, szoksz jól. Hoppácska. Na, lenyomtuk a tutoriálunkat. Én azt mondom nektek, menjünk egyet csak úgy. Ó, level 10-től lesz ranked. Quick play az már most is van. És tudunk ilyen Rockyt. Tudunk ilyen Rockyt nyomni most, a quick play meg a Rocky után lesz majd. Na, a Rocky a kezdőknek van. Level 5-ös szintig. Aha. Level 5-ös szintig csak ezt a Rocky módot tudjuk nyomni. Jól van, hát akkor... Hehe, csalunk. Gyere rám, booster! Gyere rám! Ott is van. Benyomtuk a 30 napos boostert. Peregjen a Rocky. Top 500 játékos, gyorsan azért megnézzük. HDA. A HDA játékosok a legjobbak. Ez az így neveld a sárkányod felnőtt verziója? Hát... felnőttebb, igen. Ha a felnőtt verziója lenne, akkor... ha itt lenne lovacska vagy kakasos, akkor biztos lenne... biztos mondják, hogy akkor lenne benne csöcsök, meg seg, de ebben nincsen. Rá kell ülni a zobiba egy... micsoda? Benned kell a zobiba egy csirkekáltetőt? Ó, értem. Nézzük meg ezt a Maraudert, mit szóltok. Frostbolt vagy Gust? Hát egyértelműen Frostbolt. A Gust az azt csinálta volna, hogy minden projektálist azt megszüntet a közelünkbe. Nem biztos, de a sárkánytojásban sárkány van. Szóval ezek ki fognak kelni egy idő után? Szia, lovaska és nagyfőnök. Na mi van? Csak nekem van boosterem? Nobok! Nézd meg. Nincsen fantom a csapatban. Hát mit csinálsz? Fansu, mit csinálsz? Istenem. Erről a gameről egy régi játék ugrott be. A Drakan Order of the Flame. Hmm. Na ez meg egy 3v2. Na várjál, most miért ír ki nekem megér billentyűzetet? Leelőztem a... hát ezt kapta! Azt kapta, megvan a first blood. Meg kell alázni. Ott is van. Ő nagyon jól dodzsol. Big piu piu. Ah, milyen trükköket nyom. Big piu piu. Kapta. Hát én úgy érzem, hogy nagyon profi játékosok vannak velem. Egy perc van a vége. 3-0-nál állunk. Hogy felment? Szerintem amúgy ez egy 3v1, ha engem kérdeznek. Csináltam valamit? Semmit nem csináltunk.
Első kör! Miért érzem azt, hogy... Miért érzem azt, hogy ez egy 3v1? Legalább megcsináltam egy challenge-et. Gratula 23, 30, 23, 55, 24. Ez a te... Ja? Konkrétan kiléptek. Na de hol vagyok én? Én vagyok a 20... Nem. Én vagyok az Ebb? Legalább egy misszió, meg lehet, srácok. Trial of Fire. Adagolja, adagolja az XP-t. Ó, ez az. Miért lépett ki az ellenség? A tojásokból sárkányokat lehet kikeltetni. Nice. Beteszem. Na és akkor most be van... Be van rakva ez, és ott van a progression bárja. Na, úgy kell kikeltetni egy tojást, például ezt a tojást. A rare tojáshoz nem kell annyi minden. Hogy 1000 XP-t szerzünk. Most mi van, elfelejtettem mutatni? Igen, tehát 1000 XP. 1000 XP-t kell szerezni. Ez tök király. Így keltetünk ki újabb sárkányokat magunk alá. Ez király. Na, nézzük a customizálást. Ez ugye nagyon fontos. Marauder. Sárkány. Jelenleg ez az egy sárkányunk van. A Maraudernek. Maradhat. Én azt mondom, hogy maradhat. A farkát is külön lehet beállítani. A csesztjét is. A nyergét is. A köpenyünket. A torzónkra valót. Viszont van egy újabb sapkánk. Aha, többfajta rarity-jű sapka van. Oda néz. Ott vagyunk. Hát ez tök király. A kezembe egy ilyen pajzsot szeretnék, csak hogy mutassam, hogy mennyire király vagyok, mennyire badass vagyok. És egy legendás kardot. Oda nézzetek, ez a legendás kard. Ez meg a gagyi, mindenkinek ilyen Hunter szordja van, viszont ez legendás, a Thorn. Jól áll amúgy ez a set. Jól áll ez a set a Marauderünknek. Na nézzük a Windguardot. A Windguarddal már van menő sárkányunk is, csak mondom. Hát, ilyenünk van. Legendás sárkány. Aelion, The Throne Watcher. Mind, hogy watch. Oké. Okay. Mindegy, milyen kard, mindenki lehet nyitni a sört. Na jó. Na jó, de az a kard sokkal jobban nézett ki, lovacska. Aha. Mindegyik sárkánynak külön lehet állítani mindenét. Valószínűleg a legendás sárkánynak nem lehet állítani semmit, mert ott van egy kis lakat rajta. Micsoda bökön van, ugye? Oda néz! Ezek amúgy olyan dolgok, amúgy, amik alapvetően nem látszódnak. Tehát, hogy ezt a menübe látod, ingén meg már nem foglalkozol azzal, hogy milyen ruci van a karaktereden, meg hogy mennyire dudorodik ez vagy az. Azt nézzétek! Na hát ezzel könnyebb nyitni a sört, nem? Ezzel a vörivel megnézhetnénk felnőtt tartalmakat? Tehát, hogy ilyen kaszinózásokra gondolsz? Lovacska? Amúgy elég jó a szettje. Elég jó ez a szett, srácok.
Na nézzük, a fantomunk mit tud. Amúgy a fantom néz ki a legdurvábban, és én mondom, hogy ez a piros sárkány, ez nagyon agyagos. Ez a piros sari. Hát rajta se tudunk semmit se beállítani. Még. Mask of Olden Winters. De talán amúgy ez durvábban néz ki. És ennek a kardja neve Shade. Azt a rohadt. Várjátok, elrejtem amúgy a kamerát. Azt nézzétek. Milyen jól néz ki. Nagyon jól néznek ki a cuccok ebbe a játékba. Meg a sárkányok is. Jól néz ki ez a játék. Arra szerintem nem lehet panasz. Na, a nestet akar... Igen, na, tehát egy olyan sárkányunk lesz, akit ott láttok lent. Azt fogjuk kikáltatni most. Reméljük, hogy sikerül. Quick play. Azt mondja a játék, hogy szerintem már készállok a quick play-ezésre. Jó, hát amúgy menjen a quick play. Mondtam, hogy három módja van a quick play-nek. Van egy capture the flag, egy három csapat egymás ellen, és a respawn itt úgy van, hogy ha elviszik a lelkemet a bázisra, illetve van a carnage, ami gyakorlatilag a team deathmatch. Ha valaki sokat öl, akkor azért, ha őt megöljük, akkor érte sok pont jár. Na nézzük, tudunk-e itt valamit állítani? R-ranked. Aha, és jelenleg csak a Spoils of War tudjuk menni, ami... Ami ez a csapatok egymás ellen. Ha jól értem. A Carnage-et mi nem tudom, hogy miért nem tudjuk még menni. Meg a Gates of Fire-t se. Na hadd szóljon. A kettes szint már megvan. Ha valaki szeretne jönni közületek egyébként, nyugodtan szóljon, jelezze. Ingyenes a játék, és még egy fél-egy órát biztos játsszuk. Na, én most ez a healer szeretnék lenni. Aha, tehát be tudom állítani azt, hogy ne tudjanak engem targetolni. Akkor csak a blastet választom. Adom itt a boostert a társaimnak. Na, hát ez egy nagyon jó csapat. Van itt minden. Addig lesetölt. Nem tudom amúgy, azt hiszem 7 giga a játék. The Chosen One Achievement. Az enemy-ben csak egy 15%-os booster van. Az én voltam, láttátok, hogy belefújtam a kürtömbe? Ez ilyen PvM módnak tűnik nekem. Hoppácska, kicsit beakadt a játék. Ezek viszik haza a pénzt. Ajaj, srácok, vagy a gond. Van pontjuk. Most már nekünk is. Ott írja alul, hogy valaki rám vadászik.
most már nem vadásznak rám. Viszont, hogy fogok hílelődni? Vagy ilyet tudok. Saját gold van nálunk, ezt inkább hazavisszük. Ó, basszus. Levadásztak. Na, erről a game módról nem hallottam. Anubis, köszi szépen a 100-as sírt. Egyet sikerült találni. Professzor játékosok, srácok. Még van egy fél percünk. Hát elég durván elpicsáznak. Na, hát látjátok, hogy láthatatlan. Na, ott az enemy nála van a mindenség. Majdnem nyertünk, srácok, tehát magunknál kell tartani azt a gyémántot, hogyha plusz pontot akarunk. Mert... Na. Kéne amúgy olvasni, hogy mit tud ez a képesség. Hogy rám van kattanva valaki? Még mindig huntingolnak. Oké, lekattantak rólam. És nincs nálam pénz, úgyhogy megérte ide jönni. Pajzsjál volt a tüskéddel, reflektálhatom a sebzést. Ó, köszi. Szépen csinálják a srácok.
Eltévedtem. Azt hiszem most kapni fogom. Elfogyott mindenem, elfogyott a staminám és nem tudtam menekülni. Lehet amúgy egér billentyűzettel jobban mennem, na majd megnézzük. De nagyon durván irányítják a sárkányaikat a többiek. Szombiszó. Én az űrhajós játékokban meg sose voltam jó. Basszus. Szegény sárkány. Töltöttünk egy kis staminát. Hát ott egy elég durva kivégzés volt. Látható. Láthatatlan lett. Vault Breaker. Bevitte a bombát hozzánk. Jó, itt megpróbálunk menekülni. Na jó. A következő meccset megnézzük kontroller nélkül, mert hát vannak bajok. Ahogy az űrhajókkal, a sárkányokkal se bánok jól. Inasba lettünk rakva, srácok. Inasba lettünk rakva. Jó, hát bravo. Bravo. Hát a matchmaking nincs a toppon. 8-as, 9-es, 10-es enemik voltak ellenünk 2-es, 3-asok ellen. A balansz ugye. De legalább 1000 XP-t szereztünk, úgyhogy a tojásunk első feladata már meglett. Szia G! Hatching. Na nézzük. Ennyi? Ó, kis sárkány. Gizsárgány. Na, és fel kell nevelni. Amúgy Liana nem mondott hülyeséget, így neveld a sárkányodat. Na, az a feladatunk, hogy továbbfejlődjön a kis sárkány, hogy kétszer fel kell tölteni magunkat ilyen energy rifttel. Jó. Na, pillanat, srácok, kikapcsolom a kontrollert. Aki szeretne jönni játszani, nyugodtan szóljon, és akkor már is pereg az invitáció, meg ilyenek. Pillanat, csak leválasztom a kontrollert. Na, elvileg leválasztottam. Megnézzük, milyen egér billentyűzettel. Üdvüd mindenkinek, skacok. Érzem, hogy jó lesz. Gyorsan nézzünk ilyen keybindokat. Switch weapon. Shift-tel magam mögé nézek. VS, aha. S-sel fékezek, V-vel boostolok, Q ability. Ennyi. Többi dolog meg úgyis ki lesz írva. Valószínűleg a többi mód az majd nagyobb szinten fog állokkolódni. Ú, itt vannak az ikonok. Hát én azt szeretnék lenni. Hrall. A hátterem pedig Hrall.
A Titan pedig E-Hunter, The First Warrior. És a bannerem pedig Fire Legion Supporter. Ott van. 0,33-as KD. Jó, megyünk innen erről a részről, nem mutogatom, hogy meg milyen kicsi a KD-m. Jaj. Most a következőnek a fantomot fogjuk megnézni. Most Warrior vagy Supporter? A Warriorok supporterje vagyok, jó? A K mi angolul? Karakter. Karakter, Lianna. K van. Éjfúria nincs benne. De biztos van hasonló skin hozzá, G. Na, tehát Phantom. Phantom. Blast. Sárkányos Rock Company? Szia, Rizsi. Üdv mindenkinek. Na hát én menőbb vagyok, mint XKCD. China number one. Még megyünk pár kört, aki esetleg csatlakozna, nyugodtan szóljon. Továbbra is. Na. Őt most miért mutogatja? Miért mutogatja, hogy szar volt? Hogy 5 pie és 10 halálja volt? Srácok, kontroller. Az a javaslatom nektek, kontroller. Ja, mi vagyunk a kékek? Akkor még úgy a piros részre akartam menni. Ujjjj. Basszus! Volt nálam 100 coin. Dodzsolgatnom kellett volna. Akkor kipróbálom végre a 20. évfordulós Xbox kontrolleredet? Hoppácska! Hát egér billentyűzettel szerintem szörnyű.
Amúgy most jobban állunk. Oda néz, asszisztoltam. Na ez a Vault Breaker. Amit most a srác nyom, viszi a bombát robbantani. Ott van, bevittem, srácok, bevittem. Bár... Piszkáltam egyébként a kontroller, de egér billentyűzettel jobban megy. Ott van Ali. Hú, hát egy kört nyertünk, srácok. Viszem is, lopom is. Viszem haza a manét. Ő hol van? Ott van. Már csak 21 pénz van nála, a többit azt el kéne vinnem. Az most miért van lezárva? Ellopták a kulcsot! Mi az, hogy ellopták a kulcsot? Ajaj! Nagy a gond. Hát letüzeltek, volt nálam egy csomó pénz. Rohadt nagy a baj, srácok. Föl is vették a 200 pénzemet. És nekik nyitva van a vault. Ajaj, bevittek 62-t. Ez meg be fogja vinni a 200-at. Jézusom. Szerintem kikaptuk így. Nem tudtam bemenni. Le vagyok lassítva. Akarnak. Már nem akarnak.
Nincs staminám. A számos nevűek nagyon jól játszanak. Hát igen, ez a kulcslopás az durva volt, ott után sok pontot szereztek, de amúgy még hozható. Kedvem lett battlefrontozni, hogy említettem az űrhajót. Zolka, az a helyzet, hogy ingyenes a játék, és a neve pedig a Century Age of Ashes. Volt. Ne! Kinyitottam. Hát ameddig nálam van a kulcs, addig ők nem tudnak bevinni semmit. Ez a gond, hogy elfogyott a staminám. De egyelőre nagyon jó vagyok így. Bár ez nyilván jönnek utánam, hogy elvegyék a kulcsot. Ja, eltűnt a kulcs hátam. Ellopták a kulcsot! Bár csak tudnám amúgy, hogy mit tudnak a képességeim. Például a Q mit tud. Egy jó shield. Hogy állnak ők jobban? Mit csinál a csapat? Amúgy, ha lehet tudni. Lehet, hogy a csapat többi tagja a kontrollerrel játszik. Mint ahogy azt én tettem. Töltenem kell a staminámat. Ott 300 pénz. Kill-ek.
Ott is van! Ott is van! Azt a rohadt! Azt a rohadt! Hát miket megyünk egéri billentyűzettel? Hát miket megyünk egéri billentyűzettel? Oda néz, Ianter az első. Na? Hoppá! 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 913 aranyat zsákolt be. 4-3-as KD. Mármint, hogy 4-3 halál. MVP gyakorlatilag. Köszi szépen, srácok. Ez jó volt. Oda néz, mennyi XP-t kapunk. Rossz a netcode? Komolyan? Title, armor, minden játszik. Daily mission. Csináltunk daily mission-t, kaptunk kulcsot. Minden hetedik nap a kulcsaink automatikusan kinyitják a reward chest-et. Van reward chest? Ja, ott van. Látom. Tehát a hetedik napon van egy reward chest, csak csinálni kell a daily missioneket, értem. Kellett a 2-0-es csapattárs hozzá, hogy ilyen, micsoda, ilyen volt az előző meccs, meg lehet azt nézni amúgy? Hogy miket megyünk? Jaja, mindjárt nézem. Hogy milyen jó voltam? Send Viven Pack to a friend. Ez működik ez a gomb? Srácok, aki gyors, az szerezhet egy Viven Packot. Hajrá, hajrá! Gyorsan, gyorsan, tessék, Viven Pack, kinek kell? Ott van, ott van. Aki beaktiválta, szóljon, illetve gratula hozzá. A shop menübe kell beírni, és megkapjátok a jutalmatokat. Hát a kovalszög, aki letöltötte, és szemfüles, az be is klémálhatta a Viven Packot. Használjátok egészséggel, srácok. Na, hát azért most már jobb a KD-m. Most már jobb a KD-m. 5 kill, 6 halál. Na hát ez még lesz jobb is. Na, skacok. Van valaki, aki jönne játszani? Vagy hogyha nem, akkor megyek még egyet. Itt van, srácok, van 20 Marauder sárkány, 28 Wingard és 2 Phantom. A show vagy te már ez a speedrun az? Hát amúgy én is. Állokkolódott egy új mód. Állokkolódott egy új mód. Na, ez kell nekünk. Step by step. Fejlődik a kis sárkányunk, figyeljetek. Pillanat. Nem tudom, Twitch erőcsi, nekem nincs gondom azzal, hogy szétkapcsol. Mondjuk, nem tudom.
Biztos ez a Budapest, internetes, ez jobb. Valami gond van? Nem, csak valami miatt felébredt Kalácska, és Kalácska nem szokott csak úgy indokolatlanul felébredni. Na, a következő feladatunk az az, hogy 10 enemit el kell találni a Flame Breath-tel. Na, én azt mondom nektek. Hát az amúgy a jobb klikkünk. Phantom. Mi tud a Phantom? Azt kéne megnézni nekem, milyen képességei vannak. Az enemy shieldekre többet damolunk. Az elimináció és az assist teljesen újra tölti a képességeinket. A Hunters márkkal többet tudunk rájuk lőni. Láthatatlanok leszünk. Amúgy lehet, hogy a Marauder kellene nekem, de ez a Phantom annyira jól néz ki. A Mortal Shroud az azt tudja, hogy sérthetetlen lesz a karakterünk. És itt vannak az abilitik. A Rage-el sérthetetlenek leszünk, és többet damol a Fireballunk. Aha, a Blastet választottam. Shockwave. Aha, és mi a másik? Na, Frosty meg lett a pak. Gratula. Gratula a Wyvern pakhoz. Éppen nézem, hogy milyen képessége vannak. Aha, tehát a Mind tudunk lerakni, tehát egy aknát. Mert az akna. Mert a Carnage, ez egy klasszikus TDM mod, de hát ezt is megnézzük, mit szóltok. Megyünk egy jó Carnage-et. Lehet egyébként Steam-en próbálták beaktiválni, Frosty. De a shopba kellett. Na, itt van a 7 napos ládába, ezek a cuccok vannak. Tök jó, tehát nem. Ez ilyen tisztább lootboxozás, amit ők csinálnak. Szia Roland! Szia Toma! Király volt tegnap a Jáci Roland. De ilyen játék... Jaj, rossz gomb. Ne, most már mindegy, mi? Rossz volt, jó. De ilyen játékfejlesztő cégnél dolgozol? Arneszó. Na, két embernek is van boostere. Sőt, ha jól látom, háromnak. Igen. Nekik van ilyen 15%-os. Nekik. Nekem meg 25%-os. És én adok 10%-ot, ők meg 2-2-t mindenkinek. A kisvetővel nem adta, csak végig nagybetűvel írva. Ó, köszi szépen az infót, Frosty. Hát amúgy nem Marauder, amúgy itt mindenki Marauder? Jó, nem. De 4 Marauder van. Az enemybe van 2 Marauder. 3 Phantom. Őt miért mutatja? Miért mutat random egy játékos szerintetek? Hát ez egy sima TDM. Elfogyott a staminám. Az a gond. Na, lett egy kill. Most már csak tölteni kéne, srácok. És van egy 2 killes az enemynél.
Ajaj. A srácok nagyon jól manővereznek, ott egy F-killes. Engem most nagyon akarni fognak. Már 3 killem van. Két üldözést túléltem. Lejárt a bounty rólam, zsír. Ha nagyon kapom a sebzést. Kellemetlen. Valaki még mindig itt volt a hátsomba. Nagy a baj. Volt nálam amúgy valami különleges képesség, az erre azt nem is figyeltem. Ó, VR játékunk van Beanstalk-el. Ó, de menő Ernesto. Lassan. Egy rajtam volt nagyon.
tudok váltani. Nagy a baj. Hát most itt nem tudom, mit csináltam. Nagyon nem tudom, mit csináltam a végén. Azt látom, hogy valami képességet lehetett felvenni a tetején. De nem hiszem, hogy én voltam a legjobb. Jó, második lettem, srácok. Ahogy itt vettem fel az ilyen cuccokat, itt kicsit elbénáztam a dolgokat, de oda nézzetek, ez 6-1. 6-1. Vagy nem? Nem. Nem tudom, mit látok itt, de a lényeg, egyszer haltam. Tehát hatalmas lett most a KD-m. Most már nyugodtan barátkozhattok velem, hogyha a hatalmas KD-jú barátot szeretnétek. Na, hát Frosty, köszi szépen a 11 hónapot. Azt írta a Twitch, hogy nem vagyok jogos volt előfizetni, de azért kaptam egy új badge-et. Köszönöm szépen a támogatást, a Frosty. Hát egy legendás fegyver lesz az 5-ös szinten a jutalmam. És meg is van az 5-ös szint. Tavasszal nagyon rákaptál a sárkány lovaglásra? Aha. Hát ez nagyon király, srácok. Ez nagyon király. Nyitjuk. Mit nyitunk ki? Tagline. Hát én beraktam ilyen tagline-t, ez biztos jó. Na szóval. Srácok, a következő szinten megkapjuk a kis sárkányunkat. Én azt szeretném, hogy felneveljünk egy kis sárkányt egy stream alatt. Hát van itt valami, mert figyelj csak, itt van ilyen crossplay-szerű kód. Cross-platform, bocsánat. Progress-t szinkronizál, szóval lehet, hogy nincsen crossplay, de cross-platform az úgy néz ki, hogy van. Szóval neveljük a sárkányunkat. 10 ellenséget el kell találnom Fireball-lal. Oké. Azzal szerintem nem lesz gond. Én cancel-elem a matchmaking-et. Üdv mindenkinek. Köszi szépen a pergetését Frostynak. Köszi szépen a pergetést Frostynak. Na tehát. Big play. És a Gates of Fire-t azt nem tudjuk kipróbálni. Hát ne haragudjatok, srácok. Ez lesz az utolsó meccs. ...2022-ben jön konzolra? Tudok venni egy ilyen tojást. De durván néz ki. Lehetne egy ilyenem. Olmundom. Lehetne egy Olmundom például. Jönnek majd új klasszok is, meg itt vannak a boosterek. Ha valaki egy 30 napos boostert nyom el, az több XP-t kap. Minél hosszabb boostert nyomsz el, annál több XP-t kapsz több napra. Azt írják Steven, hogy majd 2022-ben lesz konzolra a játék. Köszi szépen az infót. Illetve köszönöm szépen az best a támogatásodat, az egy éves feliratkozott vadásságot. Hát ez elképesztő az best. Gondoltad volna, hogy ilyen hosszú távú lesz a kapcsolatunk? Tízes, kilences, ötös, nyolcas, ötös. Jó, hát felzárkóztam szintekbe azért. Nagyon szépen pergetitek a szvegeket. Mizus az best. Akkor ezek szerint jelenleg csak PC-re van a játék?
A szakállás sose volt az eseted? Nem, az nem E-Hunter stream lenne, hogyha megkérdezném, hogy akkor a másmilyen az eseted. Szia, Rexter! Na, ez egy új pálya. Azt hiszem, lángolunk. Elégtünk. Elégtünk. Ez a carnage mód amúgy nekem nem tetszik annyira. Az objective-es jobban tetszik. Jaj, nagy a baj. Nem tudom itt mi történt, de nagyon rám függött ez a kínai nevű. Na gyere, visszaadom neked. Berserker lettem. Nem látom az ellenséget, de berserker vagyok azért. Toxikus gáz, ez elég jó. Na, visszaadtuk neki. Közben hármas bountyt kaptam. Dr. Slime, szia-szia. Mókilak. Gyakorlatilag mókás lakosztálya. Itt van a meccsen. Na, jó. Köszi szépen, Dr. Slime, 14 hónapon. De azt hogy?
Hogy lett ilyen sok HP-jú? Itt mindenki ilyen kínai vagy koreai nevű. Nem küldtél az üzenetedet? Sajnálom, Dr. Slime. Az ellenség jobban áll eddig. Perzselem, perzselem. Más is perzsel. Jó, elnyomtam az ultimat, azt segbe nyomtak. Már megint ez a kórai nevű. Vagy kínai nevű. De én vagyok az első, oda nézzetek. Hát van ilyen? Van ilyen? Jántör az első egy új játékban? A csapatában? Megvagy. Miért nem sérül? Értem. Kórai nevű szétüzel. Ott van Móki Lak a második. Se perc alatt Móki Lak kinézett magának. Vadászik rám. Hello, hello team. Mi mindig akar. Nagyon izgalmas volt, nagyon izgalmas volt. Nem tudom. Valószínűleg rendezni élvezetesebb, jobb. Ez, tehát hogy kinézett magának egy ázsiai nevű, azt instant megrektelt, ahogy így kinézett magának. Én nem tudom, valószínűleg jobban ért a játékhoz, ez biztos, de hogy itt az elején a matchmaking annyira nem érzem azt, hogy jó lenne. Nem érzem azt, hogy jó lenne. De ettől függetlenül élveztem a játékot. És hát remélem, hogy nektek is tetszett. A végére csak sikerült kikeltenünk a kis sárkányunkat. Meglett a 10 Fireball hit. Oda nézzetek. Sargilidian Squall. Oda néz. Na, kinek lett menő sárkánya? Na, kinek lett menő sárkánya? Nekem. És hát természetesen be lehetne rakni még egy sárkányt. Ez csak rare, úgyhogy ennek nem kell annyi mindent csinálni, hogy állokkoljuk. Itt van, látjátok? Marauderünknek nem volt menő sárkánya, most már az is van. Bár szerintem az alap is nagyon jól néz ki. Oké. Okay. És most állókolódott a Capture the Flag mód, a Gates of Fire. Na, itt van, felveszed a zászlót és át kell repülnöd a kapukon. Minél több kapun mész át, annál több pontot kapsz. Ha jól látom.
Oké. Na. Hát srácok. Ez a játék, ez a sárkányos játék már csak azért is izgalmas, mert ingyenes, és bárki hozzáférhet, aki ugye PC játékos. Jövőre majd akkor a konzolosok is csatlakoznak, és hát nyilván akkor crossplay-be tudjátok nyomni az őrültkedéseket. Hát, meg nem mondom őszintén, hogy mi volt az a játék, amit legutóbb játszottunk. Volt ilyen... Hát most megkeresem nektek, hogy mi volt az, ami ingyenes volt, és ehhez hasonló. A Shivari? Hát, hogy amúgy a Shivari. Nem, a Hood. Na, srácok. Hasonló élményeket adott ez a játék, mint a Hood, Outlaws and Legends, illetve olyasmi, mint a Rocket League, meg láttam azt a, hát már pár hónapja megjelent játékot, amikor vannak játékosok, és így dobálni kell az ellenséget, és akár a társadat is fel tudjátok szedni, hogy labdaként, hogy vele dobálózzatok. Az melyik játék? Biztos ismeritek. Csapat versus csapat, és a társadat is meg... Knockout City, azaz. Köszi szépen. Knockout City, vagy valami hasonló nevet visel. Ezek ilyen jó kis PvP játékok a Rocket League-gel egyetemben. Az élmény egyébként szerintem hasonló. Akár ide sorolhatnám a Ubisoftos vikinges játékot is. Az is hasonló, meg amúgy végül a Shivari is. Ilyen jó kis PvP, csapatos PvP, nem a megszokott formátumban, hogy ugye lövöldözünk. Ja, hát a Hood az nem free to play, de ha jól tudom, benne van a Game Pass-ban, nem? Meg a legtöbb ilyen játék benne van a Game Pass-ban, szóval nincs benne a Hood a Game Pass-ban. Hát az egy kiagyott zítszer akkor. Na mindegy is, most csak így stílusra a hasonlókat felsoroltam. Én ezt a játékot legalább annyira élveztem, mint azokat. Akinek bejön ez a sárkányos körítés, meg ezek a játékmódok, meg jól bánik esetleg az űrhajókkal, meg a sárkányokkal, mert az irányítás egyébként hasonló, annak ez a játék is be fog jönni. Meg nevelhetsz sárkányokat. Jönnek majd klasszok, jönnek majd pályák. Szerintem izgalmas játék. Nem tudom. Azon kívül, hogy borzalmas a matchmaking itt az elején, ha azt túléritek, akkor szerintem alapvetően nem sok gondotok lesz ezzel a játékkal. Hol lehet letölteni? Nekem Steamen van meg. Úgyhogy gratula még egyszer annak, aki be tudta váltani a Viven pakkot Frostynak. Hát igen, ilyen, hogyha szemfüles az ember itt a ilyen streamen. Ki tudja, hogy mikor üti a markát egy 20 eurós csomag valami játékhoz. Ki tudja. Minden esetre remélem, hogy tetszett nektek ez a kis bemutató a sárkányok koráról. Na, köszönöm szépen a kiadónak, hogy meglepett ezekkel a szuper kozmetikai pakkokkal. Úgyhogy meg tudtam mutatni, hogy vannak bizony ilyen fegyverek is a játékban, amik azért vannak, hogy meccs előtt meg után nézegethessed, vagy éppen mutatnak téged, hogy mennyire fancy ruhád van. Viszont.